Itt vagyunk a MÁV északi járműjavítójában, amelyben sok-sok év után újra mozdonyokat láthatunk. Az építésziroda, akit megbíztunk azzal, hogy tervezze meg ezt az új múzeumot, most éppen egy helyszíni bejárást tart. Készülünk arra az időszaki kiállításra, amelyet 2021 nyarán a járvány után tervezünk megnyitni, és ahol újra nem csak mozdonyokat és vasúti járműveket, de egy kicsit a közlekedési múzeum gyűjteményének, történeteinek javát be szeretnénk mutatni. Lesz új otthonunk, itt az északi járműjavítóban, Kőbányán, Budapesten, egy igazán autentikus vasúti helyszínen, és ez az új otthonunk olyan történelemmel bír a vasúti járműgyártás, a vasúti jármű karbantartás terén és a közlekedés egésze terén, amelyet érdemes megismerni. We're trying to retain almost all of what you see behind me. All of the structure, all of the walls, all of the ductwork, all of the gantry cranes. It's not just a train museum. This museum is a museum about the history of Budapest and the history of Hungary. The idea is to create a wonderful space, a plaza in front of the building. The new building will come out of this old building, and it's an insert, and it actually has trains in vitrines on the west facade, which I almost feel like they're pulling out of the building and coming into the city. This building is such an opportunity because it has this rich history. It has the train tracks in it, which we want to keep and preserve. You really get to see what was in the building and some peek into what it was like to work here. The museum is going to have a skybox level, which will be above. You'll also see the trains and the train lines and see how transportation then affects the whole city. Most már nem a nagy koncepciót véglegesítjük, az már kész van, a vázlattervek elkészültek. Most már a munkának azzal az izgalmas részével tudunk foglalkozni, hogy hol, melyik részletet hogyan mentjük meg. Azt szeretnénk, hogyha abból a hangulatból, abból az illatból, abból a vasúti környezetből, amit itt hagyott hátra a MÁV, meg tudnánk menteni a darut, meg tudnánk menteni a vágányokat, meg tudnánk menteni azt a dízelmotor próba műhelyet, ahol a falak mind sötétek, hiszen annyit járatták a dízelmotorokat a mozdonyokból, hogy beszennyezték a falakat. Ezen dolgozunk most egy nappal átéve a kollégáimmal közösen. Nem csak a régi közlekedési múzeumot megidéző, hanem annál sokkal nagyobb, sokkal látványosabb, sokkal több élményt nyújtó és európai szinten egyedülálló új közlekedési múzeummal legyen Budapestnek és Magyarországnak. Régi mozdonyokkal, régi autóbuszokkal, régi autókkal, régi biciklikkel, a legkülönbözőbb régi járművekkel, és nagyon sok gondolattal arról, hogy milyen lesz a jövő közlekedése, mit érdemes változtatnunk, mit érdemes tanulnunk a múltból, amikor a jövő közlekedési rendszereiről gondolkodunk.